És akkor ezzel a fekete égetett szénának legalább egy kézfagyató húsát ki kéne keverni, egy nagyon sötétet, ami majdnem fekete, meg egy olyat, ami barnásabb. Amikor húzzátok a hajnak a szálait, akkor az ecset élével, jó? Tehát ennek az ecsetnek az élével húzzátok, és akkor az a fontos, hogy ez még összeálljon az ecset, ne a régi ecsetek, új ecset. Jó? És így felváltva, hol a sötétet, hol a világosat. Tehát most hajszára. Igen, hát nagyon vékonyakat úgy sem fogunk tudni. Nézd közben a referenciafotót is, mert van olyan hely, ahol egészen vastag a kincs, és nem is látszik át a fal. Valahol meg egészen vékony a kincs, és ott meg egész jól átlátszik a fal. Fontos, hogy ne egyenesek legyenek a csíkok, amiket húztok hajszál címén, jó? Mert nézzétek meg, ilyen egészen hullámos a csajhaja. Tényleg azt néztem, hogy olyan szerintem úgy van a hajnak, a csajnak a frizurája, hogy mintha középen itt vagy oldalt valahol el van választva. Itt a közeli fotón látszik, hogy feje ugyanúgy, olyan, mint itt lenne a elválaszték. És akkor innentől, ez a csíktól errefele így ért ebből. Nem fog. Tehát, hogy ebbe az irányba érdemes húzni az ecsetet, így, innentől, ebbe az irányba meg ugye errefele. Jó, és hosszabban, de nem lehet az egészet így bemázolni, nem mindegy, ez a szál irányba. Színek ugyanazok. A fehér részt, ahol rásüt a nap a hajára, azt hagyjuk ki egyelőre, azt még nem kevertünk ki a színt. A világos szín a hajában fény. Hogy az égetett szín a barnába, a fehéret, tehát azt fehérítjük el. Elég sokat kell hozzáadni. Az jó lesz nekünk, hogy ne tiszta fehér legyen, jó, hanem ilyen barnás.